Hogy hívja ön a szélkálmántered? Most már szélkálmánt érnek. Volt egy pultunk kezdetén ott a lépcső alatt, aztán arra később nem kaptunk engedélyt, mert a főváros ezt az utcajárosítást elkezdte beszüntetni valamiért, nem csak könyveseket, hanem mindenkit elkezdtek elkergetni az utcáról. És hát akkor tájt került ez a bódi eladósorba, és akkor megvette a cégünk, és ott folytattuk azt a tevékenységet, amit az előtt a téren. Sok minden történt a téren, ugye természetesen azért már ugye mindenki úgy gondolja, hogy sokan utaznak át a téren, ez az a hely, ahol szólni lehet az emberekhez, innentől kezdve ez egy, hogy is mondjam, szóval egyfajta Hyde Park is lehet. Tehát itt volt minden, az egész, hogy is mondjam, az egész más, magyar társadalomnak a vertikumon megjelent. Hát a, mit tudom én, a legajától a csúcsáig. És hát a különböző fórumok, mit tudom, hittérítőktől kezdve a politikai rendezvényekig ott minden. Mindig. Tehát nem volt igazából, hogy is mondjam, unalmas egyáltalán be a szempontból. Amiatt, mert könyvet árultunk, mert emiatt egy kicsit ugye, nem tudom, hogy kilógtunk a sorból. Hát nem azok az árusok voltunk, mint a többiek. Hát a könyv mégiscsak egy kulturális szik, tehát információhordozó, sok minden más. Tehát nem tömegcikk volt. A szórakoztató irodalomtól kezdve egészen a magas szintű ismeretterjesztő kiadványokig sok mindent adtunk el. Bandi könyvésznek becézték, de hogy mi volt a rendes neve, azt nem tudom. Az AKV meghirdette, mert megszűnik az AKV, elindul a privatizációja, és hát ezt a bódét versenytárgyaláson akarták értékesíteni. És hát ő dolgozott benne, de ő azt szerette volna, hogy az AKV ne adja el ezt a boltot, hogy maradjon meg könyvesboltnak, de pályázni, vagy legalábbis elindulni a pályázaton nem akart. És hát megvenni nem akartam, mert neki nem volt pénze. És hát belekezdett egy aláírásgyűjtésbe, ami szerintem elég jól is sikerült, de azért nem volt értelme, mert megszűnt az AKV. És amit ő akart, az, hogy maradjon meg, azt nem lehetett valahogy. Ugye az AKV-nak az akkori tulajdonának egy része átkerült a valamilyen, nem is tudom, privatizációs igazgatóság, vagy hogy hívták ezt annak idején. És hát ott így értékesítették annak keretén belül. És hát ott akartak ott mindenfélét, nem tudom, szerintem inkább az történt, hogy egy könyvön kívül nem valószínű, hogy ez bármire jó lett volna. Emiatt egy idő után már nem kellett senkinek, és akkor hát így maradtunk mi ott könyvesként. Illetve hát jöttünk mi, és kezdtük, átvettük ezt a szabályosan megvásároltuk. Sőt, annak idején helyre visszaalma volt meg minden, tehát egy rendes bejegyzett üzlet volt. És rendes adásvételi szerződéssel vettük meg. Utána lezajlottak ezek a privatizációs dolgok, meg minden lezajlott, utána ott volt, hogy nem vette meg senki, nem kellett senkinek, és akkor megvettük. Semmi nem kellett annak idején hozzá, csak figyelni azt, hogy igazából kinek mi az ízlése, mit szeretne olvasni, miről szeretne olvasni. Figyelni azt, hogy mi az, ami most siker, mi az, ami most éppen megjelent, és ugye emberek megőrülnek érte. Kialakultak ott barátságok is. Volt olyan is, hogy egy beszélgetés, egy ilyen zajló beszélgetésbe bekapcsolt egy másik ember is, egy teljesen idegen, és akkor egy idő után már egymással beszélgettek, és hát olyanra is volt példa, hogy egy-egy ilyen beszélgetés után már találkoztak ott a bótnál is. Úgyhogy arra tessék gondolni, hogy ez a kerület, ez a tér, ez három kerületnek a határában is. Ezekben a kerületekben az élő embereknek az öme, hát elég sok a diplomás, elég sok a magasan képzett. Ugye, nagyon sokan vannak, akik jó sok pénzük is van, és szeretik a könyvet is. Szerencsés helyzetben van ez a tér ebből a szempontból, ami a könyves szakmát, vagy legalábbis minket érintett.